Isti! Nagy a házom, teteje, teteje, de rászállott a cinege, cinege. Es le róla, cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz vélem? Sárga lábú, cinege, cinege, de es le róla. Na sziasztok srácok, ezer éve nem volt Forza Horizon 5 Wheelspin. Úgyhogy most van, totál random. Reméljük, hogy valamit fogadni, még egyetlen egy darab pörgetésem van. Baromirég játszottam a játékkal, nagyjából akkor utána tartalom is volt belőle, úgyhogy remélem, hogy ez most autó lesz. Ha nem, az nagyon cink. Az nagyon cink. Köszönöm szépen. Van még Super Wheelspinünk, úgyhogy meg vagyunk mentve, hál' Istennek. Ebbe sincs autó. Ó, 19 is van, ó! Semmi probléma, semmi probléma, we all good. Tudjátok, hogyha három vagy ilyen szuper Wheelspin vagyok, akkor választhatok. És oh my god, 2x2 Corvette. Ezt na majd megnézzük, jó? Az jó lesz amúgy. Nézzük meg, ez most így mit tud. Így van. A guminak fognia kéne. Hát szóval... Tehát izé... Elmegyünk ilyen szűk kanyaros részre. Ez a kocsi, ez egyértelműen a hosszú pályaszakaszokra lesz jó. Tehát ilyenekre, ahogy megyünk nagy tempóval. Ez valószínűleg azért az ilyen városban nem való. Szerintem ezt a versenyt fogjuk meglőni, bármi is legyen itt ez. Na nézzük srácok, három verseny. Nézzük egyéni, azt tudom mi a pálya amúgy. Száraz időjárás, ja azért sprint, jó. És akkor ezzel az autóval megyünk. Nagyszerű! Nézzük meg! Corvette! Tetszett egyébként kicsit... még mindig olyan nehéznek érződik, pedig már nem kéne annyira nehéznek lennie. Nem tudom képzelni, milyen lehetett gyárilag. Amúgy az lenne még az érdekes, hogy a gyári verziót is kipróbálnék. Amúgy nyomtak egy lájkot és kommenteljetek, hogyha szeretnétek még amúgy Forza Horizon 5 videókat látni, mert én már nagyon rég játszottam vele. Meglátjuk. Na nézzük. Nehézség szint, azt tudom, micsodán van. Na gyerünk! Nem a legnehezebben. Azon van spoiler. Meg azon is van. Ők már gondoltak a leszorító erőre, lehet okosak voltak. Na gyerünk baby. Mom spaghetti. One shot. One opportunity. Gyerünk szépen, kintről kezdem meg. Kis izé, kontakt, semmi baj. Ez az nagyon jó. Jöttünk fel. Jó pár helyet, most nem tudom szám szerint mennyit. Csak a szélárnyék. Ide való az autó, itt ezt le kéne dominálnunk. A kocsi ide való, srácok. Fex! Gyerünk. Azt nem fékezzük be. Teligáz. És féktáv, az mondjuk itt. Korai volt. Mi baj. Ez az kettes. Nagyon jó. Jaj, de jó a kocsi. Fú, de jó, nem kapar el. Nem kell, nem kell a leszorító. Egyáltalán nem. Bírja, szereti. Ez csak jó hatosban, csak úgy finoman. Úgy, már lehet is. Így van, nyél. Ez az. Fú, de szereti az autó, ez ide való. Ez az! Köszönöm szépen, tesó, hogy így elengedtél. Na, hát ez... Meglepő mód... Na, erről beszélek, srácok. Igazából a Forza Horizon-t ezért kezdtem el ignorálni, megmondom őszintén, mert... De már sokszor beszéltem nektek erről, ugye. Hogy teljesen kiszámíthatatlanok a versenyek. Mindentől kezdve már csak cruising van, bár ilyenkor sem el tudom szarni, tudjátok jól? Nagyon jó az a kocsi, bazd meg! Már bocsánat, elnézést mostában észrevettem magam, hogy sokkal drágább vagyok, mint voltam régen, de... It is what it is, fam. A fiatal young bloodok azok már úgyis más néznek. Azok már két okos néznek. Stb. Úgyhogy én már nem rontok el szerintem senkit ez. Ez az. Hú, nagyon jó ez a kocsi.
Hát ha ezzel nem lesz ész, akkor semmivel. Persze nem akarom lelőni egyből. Nem vettem lejjebb sokkal a nehézségi szintet, sőt, ugyanazon maradt, mint volt legutóbb. Nézd meg, teli, nyíl, aha, ott azért kicsikét, kicsit azért fickós. Picit azért fickós. Ez jó ez a kocsi. Megmerem kockáztatni, ebben még lehetett volna rakni amúgy teljesítmény szinten is. Tehát motorilag is lehetett volna ezen még okoskodni. De nem akarom elszarni, mert amúgy nem is tudom, egyébként volt egyáltalán ész a Forza Horizon 5-ben nekünk, amióta csinálom ezt a Forza Horizon 5-ös szériát? Van egy olyan érzésem, hogy nem, de nem tudom most ezt írt biztosra. Na jó, egyből egy srácok, egyből egy, good start right now. Barom jól néz ki ez az autó. Én megmondom össze, nem vagyok nagy izomautó fan, de ezt a kocsit, ezt nagyon eltalálták. Meg még a Dodge Viper-t szerintem. Persze a Mustang, bocsánat, nem fogom Mustangnek mondani, mert hülyének néztek, de a Mustang meg ezek is amúgy jók, persze szépek, de szerintem ez azért Kenterbe veri az összes amerikai izomautót. Lehet, hogy lehet vitatkozni, de ez... Na gyerünk! 8. helyről rajtolunk, és már is beessünk kicsit valaki mögé. Ez megint ilyen Mom Spaghetti. Úgyhogy ehhez tartás véget. Az utolsó verseny az fixen egy izé lesz, megnehezítjük a dolgot, egy városi racse lesz. De nézd meg, konkrétan hagyom le őket. Na persze, még nem akarok itt nagyokat mondani. Na, a belső sáv. Köszönöm, véd le, így van. Bocsáss meg, tesó, elnézést, te neked is jó ízléssel jöttél így Corvette-tel. Nem mint hogyha az ízlésről árulkodna ez, hogy én most ezzel jövök, ugye, hanem a spin kimenetele adta csak a dolgot. Végre egy jó autó amúgy! Jézusom, mi volt ez az akadás? Haló? Forza, haló? Jaj, bazzik, itt el lehet szarni nagyon, itt nagyon kell vigyázni, itt el lehet szarni, van egy... Menj már! Get the fuck out of here! 38%, valószínűleg már 40, amikor ezt mondom. Egy visszaváltás, fölösleges volt. Hopp, belefékez még a végén, ne is kérdezzétek. Teljesen clean. Köszönöm szépen. Tehát nem tudom, mi van. És ilyenkor szoktátok azt mondani, vegyem feljebb a nehézséget, tiszta sor. Feljebb veszem, akkor meg... Szétaláznak, rektelnek, de mindegy, be kell jutnom még így is. Ez a kocsi, ez nagyon adja. Nagyon bejön, nagyon örülök egyébként, hogy nem pakoltam bele nagy teljesítmény növelést. Ez kurva jó az a kocsi, ez gyárilag is valószínűleg kurva jó, még a váltó az persze egy picit így gyorsabb lett. Meg nagyon jó a kiosztása a váltónak, ide való pont, nem nyúltam hozzá ugye egyáltalán. Mert hogyha én hozzányúlok a váltó kiosztáshoz, akkor azzal csak problémák vannak. Egy darab időben azt gondoltam volna, hogy értek hozzá, aztán nem. Na nézzünk egy ilyen izét. Körzőt, hát ez elég siralmas volt, maradjunk annyiba, ez nem igazán tetszett senkinek. Nem ezért fognak hívni engem sehova. Nem vagyok én hetyési. És egy drift autó egyébként, tehát hogy ez nem arra szól itt ez most. Hanem izon gép, 84%. Smooth sailing, srácok. De amúgy ezen a nehézségi szinten voltam eddig, előtte is, nem tudtam meg, nem tudom mi történik. Ez a kocsi most túl jó. Mondom, a végén rámegyünk egy városira, mert nem odavaló a kocsi, hanem pont ezekre az ilyen hosszan elnyúlós dolgok, de kanyarba is rohadt jó az autó, egyenesben is nagyon jó, és kanyarba is, ez egy tök jó egyveleg. Akkor olyan mondom, lepitézek. Nincs ilyen kifejezés, lehet, hogy van, de ez, az meg, nem tudok mondani semmit erre az autóra. Nagyon jó. Nézzük a következő utolsó versenyt, ami városban fog történni. Itt vagyunk az utolsó versenyen, katedrális sprint. Na most, hogyha ezt itt elbukom, akkor nem adok magamnak javítási lehetőséget. Egyáltalán nem adok, mert az meg én hoztam magamat ebbe a szituba, hogy itt most legyen nehéz, meg amúgy eddig teljesen smooth sailing volt, tehát sehol sem érdemlem meg. Na gyerünk! Sőt, feljebb rakjuk egy szakértőnek valóra, mert amúgy levitte izére, magasan képzetre, az ilyen eléggé lagymatag. Na jó, feljebb vettük mi azt, érezzük mi más az autót annyira, gyerünk! Feljebb vettük a nehézséget, na! Szigorítom magamat, hogy magamat szopassam, gyerünk! Jó elpörög, na gyerünk! Hány kör van amúgy? 3, jó. Ez az, gyerünk, jó kigyorsítás! Jó. Bátor! Az első nagyon elhúzott, szokás szerint. Szar az ív. Nem az én ívem sajnos. Na menjél már! Nem érek rá szarakodni, az első megint el fog húzni, srácok.
Na jó, most nem szarakodunk. Ez az. Ez az, ez az, ez az, ez az, enyém az Iftes Shops, négyik hely. Jaj, basz meg! Föl ne akadjak, mert mennyi elsírom magam. Akkor menten elbőgöm magam, srácok. Itt fogok bőgni, mint egy kis anyámasszony katonája. Ez az. Switcheroo! Let's go! Harmadik hely. Nem húzott el az első hely, nagyon jó. Figyelj, most jön a második kör. Nagyon sok időnk van, csak türelmesnek kell lenni. Azért nem túl türelmesnek, tehát azért na. Ó, bocsáss meg, elnézést, bocsánatot kérek, nekem mennem kell, sajnálom, vár az ész. Na az első hely másfél, igazából a verseny felett még van hát, de fele van még hátra. Kitűnő. Ó, bazd meg. Nem baj. Kivárjuk a megfelelő lehetőséget. Nem ártana gyorsabban is menni, mint a többiek. Óvatoskodok még nagyon. Ez még mindig a második kör. Meg kellett néznem, bazzak, hogy hol is tartok. Igen, az a kigyorsítás, hallod? Igazi szánalom kategória. Ez az... Na, utolsó kör, srácok, ha most nem lesz meg, bazzak, nem nagyon jutok közelebb hozzá, csak óvatosan. Bazd meg! Kezd égetni nagyon a dolog, kezd rám kerülni a nyomás. Nagyon szépen zárja. De nem túl szépen! Dodge Viper! Kösz szépen! Visszavált, vissza kettő! Nagyon jó! Most csak be kell tartani. Nagyon jó. El se hiszem, hogy így a nagy visszatérés, tehát 1000 év vizé forzal után még a végén lesz egy kicseszett tizénk. Észünk, hallod? Egy Dodge Viperrel ráadásul, mi mással, ugye? Nem egy elsőkerekes valami izé rally autó, nem, ami ez még úgy valamennyire, meg egy összkerékkel, nem, egy Dodge Viperrel, tesóms. Bi? Corvette-tel. Mondom itt már a hülyeségeimet. Kihúzzuk szépen. Ott a cél! És srácok, ez megvan. I got this. Én nem tudom, mi történt, de I got this. Ace! Celebration, baby! Celebrate me right now! Egyébként most viccen kívül mondom, lehet, hogy bevonzottam ezt az Ace, srácok. Lehet, hogy bevonzottam. Mert mit néztem előtte? Mit néztem? Baumgartner Zsoltinak az egyetlen pontszerzését a Forma 1-ben. Visszanéztem a YouTube-on, amíg töltött le a játék. Köszönöm, Zsolti! Köszönöm, Zsolti, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá Lukstába! Na csáá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 á